Szebegényből autóval 20 perc alatt érünk Kismarosra. Innen indul Magyarország harmadik legforgalmasabb kisvasútja. 1893-ban építették, akkor még fát és követ szállítottak vele. Ma már utasokkal robog a Morgópatak mentén. Ugyan mi még csak először tesszük meg ezt az utat, de esetleg te tudod számszerűsíteni, hogy hanyangyára mész ezen az útvonalon végig? Hát ha azt leírnám egy papírra, el se hinnétek, de most így egy hónapban kb. Olyan bő 2000 km-t lezakadalok ezen a vonalon. Annak mondjuk nagyon örülünk, hogy esik az eső, és mégis tudjuk ezt a szép táját látni, mert hogy ilyen zártak ezek a kocsik. Mindig ezek a kocsik vannak? Vagy ez hogy többnyire ezek vannak, igen. Hogyha jobb idő van és nyárias az idő, akkor vannak olyan kocsijaink, amiknek nincsen ablaka, de teljesen megvan, szóval megvan a maga feelingje. De az ilyen időkre is vagyunk készülve, mint ha hátra fordulsz, akkor mögötted van egy fatüzelésű kága. Ez csodálatos. Amivel kellemes időt tudok varázsolni a kocsiba. Hogyha mindjárt megállunk, szerinted? Most már itt egy kicsit gondolkodom rajta egy ideje. Valamilyen módon feljuthatnék én arra mozdonyra? Hát, hogy is mondjam. Én azt szoktam erre mondani, hogy a mozdonyvezető az az ő munkaterülete, de szerintem nem lesz semmi akadálya. Mindjárt kipróbáljuk, milyen jurtában aludni, és kandallónál is sütögetünk. De előtte még nézzük meg, Krisztiánnak sikerül-e feljutnia a mozdonyra. Tessék felvárodni, megnézni, hogy működik egy ilyen mozdony. Ez komoly? Komoly. Meg lehet nézni. Hát nem kell kétszer mondania. Hú, hát ez nagyon menő. Krisztián vagyok, üdvözletem. Én meg Ferenci Tibor, a mozdonyvezető. Üdvözlöm, Tibor. Ez most mi volt? Ez a furcsa hang. Ez a fékező szelep. Fékező szelep? Igen, felengedtem a féket. És ez a nagy karika, vagy ez a nagy... Ez pedig ezzel adom a teljesítményt, tehát ezzel szabályozom a dízelmotor fordulatszámát. És ez egy dízel-hidraulikus hajtású mozdony, és ennek ugye most lehet majd egyet dudálni. Dudálhatok ezzel egyet? Lehet, igen, a lehetséges. Most kell megnyomni majd. Még mehet. Jó, ez tökéletes. Hát Tibor, maga nagyon nagy lelkű velem, meg kell, hogy mondjam. Életemben nem jártam még ilyen mozdonyon. Hány éves ez a mozdony? Hát ez elég öreg már, ez közel 50 éves ez a mozdony. De milyen jó bírja még? Olyan nagyon sok minden nincs rajta, mint mondjuk egy repülőgépnek, de azért itt is vannak dolgok, jó pár dolog. Hát van egy néhány műszer. Ez a sebességmérő, ez a motor, dízelmotor fordulatszámát mutatja. Kérem szépen, jól látom, 19 és 20 között megyünk, annyi a sebesség. Igen, körülbelül igen. Nagyon jó. Kismarosról fél óra vonatozás után fut be a mozdony a végállomásra, Királyrétre. Innen indulnak a legszebb börzsönyi túraútvonalak, mivel egyre több a turista, folyamatosan fejlesztik a környéket. Az egykori erdészlakott kiránduló központtá alakították, ahol egy helytörténeti bemutatót is megnézhetünk.